Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés következik innen a Kórház utcából, méghozzá a visszavágója annak a derbinek, amelyet ugye Nagykanizsán rendeztek meg, és a megye első osztályú csapat a Nagykanizsa együttesének otthonában 3-1-re ugye megnyert a lilafehér alakulat, tehát ez annak a mérkőzésnek a visszavágója. És hát a 8-ad döntőről beszélünk, a Magyar Kupa 8-ad döntőjéről. Nagyon sokáig eljutott tehát a piros mezben játszó nagykanizsai csapat, és az első fél időben, mint ahogy látható, ők fognak majd támadni jobbról balra, tehát a nagykanizsai együttes. És az is látható ezen a mérkőzésen, ugye, hogy nem lesz egyszerű majd a talaja ennek a mai találkozónak, de ahhoz képest, hogy mennyire behavazott itt Békés Csabán, egy nappal a mérkőzést megelőzően nagyon jól sikerült letakarítani a pályát, úgyhogy minden elismerés a Békés Csabaiaké, és azoké az embereké, akik segítkeztek ebben, hogy ezt a mérkőzést meg lehessen rendezni. Gránic szabadrugását láthattuk a mérkőzés második percében, és hát ezt hatástalanította a nagykanizsai csapat. A Békés Csaba együttes egyébként ezt a visszavágó mérkőzést a Máté Mészáros, Kis Szélpál, Nagy Sándor, Vicián Luscsik Szatmári, Urbin Gránic és Tóth Dániel összeállításban kezdte meg. Ez tehát a kezdő 11. A másik oldalon pedig Szabó Ádám védi a vendégek kapuját. Csáki, Szabó Bálint, Horváth Detre, Kovács György, Hóbor, Gerencsér, Hetesi, Péntek, Horváth Patrik és Horváth Balázs alkotja a kezdő 11-et. Nyilvánvaló, hogy a mérkőzésen a vendégeknek túl sok sanszuk nincs ezen a találkozón, hiszen 3-1-re megnyerte az első mérkőzést, mint ahogy mondtuk, a Békés Csabai csapat. És most is igazából a két osztályjal feljebb játszó hazaiak inkább a találkozó esélyesei természetesen. Bolyér Gábor a találkozó előtt mindenképp kiemelte, hogy kettős győzelemmel szeretnének tovább jutni a Magyar Kupában. Ez most egy nagyon jó kontrának ígérkezik. Sikerül azonban tisztázni. Száz-százötven néző jött egyébként ide ki a Kórház utcában. A találkozó ideje alatt mínusz 8 fok van, úgyhogy nem egyszerű a mai mérkőzésen játszani. Egy hosszú labda a bal oldalra. Szatmári szedte össze. Visszagurítás. Mészáros középre ívelt labda. Könnyedén kifejeli a vendégcsapat. Szélpál. Jó labdaszerzés. Nem sokáig volt nálunk a labda. De most ismét. 3-0-ra vezetett már egyébként az első találkozón a Békés Csaba együttese idegenben, és a második fél időben büntetőből szépített a nagykanizsai együttes. Gombos Zsolt kiemelte azon a mérkőzésen, a mérkőzés után is, hogy egy jól felkészített Békés Csaba az ellenfél, és büszke a csapatára. Egyébként már a nagykanizsai csapat a tegnapi nap folyamán eljött, megérkezett Békés Csabára, és itt töltötte az éjszakát. Nem bíztak szállt semmit a véletlenre és a hóesésre a vendégek. Olá Gábor vezeti egyébként a mérkőzést, ő a játékvezető. Májár Gábor és Kormányos Gábor a segítők. Figyelj már!
4 perc telt el a mérkőzésből, továbbra is helyzet nélkül. Jön a beadás, Szatmári. Urbin kis híján le tudta venni a labdát úgy, hogy nem fért oda a védő, de aztán végül is sikerült kirúgnia a labdát Szabó Bálintnak. Szóval elkezdtem mondani, hogy 100-150 néző van jelen itt a Kórház utcában a mérkőzésen, de közülük 6-an Nagykanizsáról érkeztek. Szinte egészen megdöbbentő, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaltak. Ilyen dermesztő hidegben, és úgy, hogy a első mérkőzésen vereséget szenvedett, 3-1-es vereséget a csapatuk. Az első szöglet következik a találkozón. A Békés Csabaiak rúghatják. Szatmári is ott van. Kérdés, hogy kis szöglet lesz-e vagy nem. Nem, a rövid sarok felé jön. A berúgott labda könnyedén fejlik ki, Szatmári ismételhet. Ismét egy csúsztatás a rövid saroknál. Mészáros. Óriási küzdelem. És aztán egy szabadrugás. Ustik Levente volt szabálytalan. Horváth Patrik pedig a szenvedő fél. Szabó Bálint vissza kapusának, Szabó Ádámnak, majd Szabó Bálint megint. És megint csak hátra. Gerencsér Attila volt az, aki hátra passzolt. Kis hián viccén megszerezte a labdát, de elcsúszott a talpa alatt. Jöhet a második szöglet. Na nézzük tehát a második Békés Csabai szögletet. A hosszú oldal irányába szélpár fejelhet. Ez volt az első kapu felé menő labda, még hogyha lassú labda is volt, de legalább a kapu fele ment. Szabó Ádámnak könnyű zsákmány. Marad a 0-0. Jó labda a bal oldalra. Jól alakult a vendégek támadása. Aztán végül Kovács György mögé jött a Laszti. Horváth Patrik. Péntek. Megvan még a vendégeknek a labda, és egy nagyon jó blokk. Nagyon kellett ez a blokk, mert bizony ez a lövés eljutott volna a kapunkig. Nagy Sándor volt az, aki jól védekezett. Szép labdaszerzés Tóth Dánieltől. Egyből tovább Viciánnak hosszú. Mészáros. Nagyon fagyos a talaj, de azért egész jól adogatnak rajta a csabaiak. Ez egy szép támadás eddig. Jó a beadás is. És ki kell öklöznie a labdát Szabó Ádámnak. Veszélyesen csapódott lefele. Ustik. Egészen hátra. Mészáros. Jó labda. Szatmári. Illetve nem Szatmári volt, most volt Szatmári másodjára. Mészáros vágja vissza a labdát. Kis hián elvették a labdát Tóth Dánieltől. Aztán most már a vendégek hozhatják fölfele. Gerencsér. Szatmári mögötte. Nem jön be a csele Gerencsérnek. Békés Csabai dobás.
9 perc telt el a mérkőzésből, 0-0. Urbinnak is ilyen sikerül lefordulni. Egyértelmű mezőnyfölényben játszik az előre Gránic. Gránic, ő élhet ezen a talajon. Gránic. Szatmári. Jó a beadás! Egy picit volt magas csak. Szöglet. Szép támadás volt, de a végén csak nem alakult ki helyzet. A harmadik. Békés Csabai sarokrugás a mérkőzésen. Szatmári végzi el. Szélpál nem tudja megfejelni a labdát, aztán visszaszerzi. Lehet, hogy szabálytalan is volt, Lustig. Ez a biztos. Kis László passzolta hátra a labdát. Most már nagy. Jó labda. Gránis tisztán. Mészáros a bal oldalon. Szatmári. Mészáros. Vicián. Jó hárszolgelés. A beadás azonban lapos. Sikerül kirúgni a labdát a vendégeknek. Kicsit veszélyes volt azért a történet. Péntek Adrián próbálta megszerezni a labdát. Jócsel Kovács György mellett. Szatmárinak hosszú a labda. Jó labda kihozatal a vendégek részéről, aztán a passz már nem jó. Horváth Patrik röviden adta Pénteknek. Jó volt a helyezkedése Nagy Sándornak. Szélpál. Kis. Szélpál. Jön az indítás. Gránisnak nem jó. Mészáros. Balra a középre. Hosszú oldalon lehet még belőle valami. Így azonban szöglet. Jó mentés volt. Tizenharmadik perc. Az első félidőben Urbinnak nem tudta megfejelni a labdát. A negyedik szöglet sem hoz igazán veszélyhelyzetet a nagykanizsai kapunál. Mészáros. Jó szerelés. Ez így Békés Csabai dobás. Hiába küzdött keményen a labdáért Péntek. Kis László előnyösebb helyzetben volt. Mészáros kezében a labdával. Kis. Máté. Nem lehet könnyű ott a kapuban, ilyen hidegben. Munkanélkül. Lustig. Nagykanizsai együttes még nem nagyon jutott el a Békés Csabai 16-osig, az eddig eltelt negyed órában. Egy újabb szöglet fog következni. Szabó Bálint rúgta ki a labdát. Nem kell, Pötyi!
Patrik, ne maradjál ki! A horvát Patrik mehet vissza, nem? Beadják, menjél! Ha megy a pass, akkor mehet ki! Gránic és Szatmári, Gránic. Nem jó. Nem jut el a címzettig. Viszont van egy újabb szöglet. Fél tucatnál jár már a Békés Csaba, ami a szögletek számát illeti, ami a gólokat tekinti. 0-0. Kis. Lesz a lövés. Nem. Egy rossz passz azonban igen. Könnyedén mentenek a vendégek, és indíthatják a kontrát. Kerencsér, egyel tovább. Csáki volt az. És Máté a vége. Gránicnak próbálja meg berúgni a labdát Szatmári. Szabó Ádám rúgja vissza. Majd Kisfejel. Urbin küzd. Mehet tovább. Új, de jól jött ki Máté a kapujából. Ki tudja, mi lett volna, hogyha ezzel a labdával Péntek Adrián el tud menni. Ez is előny szabály. Jön a hosszú labda. Ezt szépen csinálta a vendégek hatos a Szabó Bálint. Mészáros bedobása következik. 17. perc a találkozón. Gól és igazán nagy helyzet nélkül eddig a csapatok. Nem nagyon van kinek adni. Úgy tűnik a labdát, kinek dobni. Aztán Urbin felé dobta be végül a labdát Mészáros, de kifejelték könnyedén. Alaszt itt a vendégek. Ott egy lehetőség viszont a másik oldalon. És köszönhetjük talán a talajnak, hogy nem tudta Horváth Detre kapra lőni a labdát. Szerencsés lehet helyzet volt ilyen szempontból a Békés Csabaiaknak, mert ez a kontra most nagyon veszélyes volt. Horváth Detre a végén nem tudta eltalálni a kaput. Marad a 0-0. 3-1-es vezetés eddig a két mérkőzés tekintve, hiszen az első találkozón 3-1-re nyert a csabai együttes. Kovács György kapott egy kicsit az arcára, de úgy tűnik tudja folytatni majd a játékot ápolás nélkül. Jön a szabadrugás, Szabó Bálint ível előre, és a bedobás utána. Középre fejelt labda. Gránic ügyesen tartja meg, Szatmári. Gránic a vonal mellett. Nem tudja megcsinálni a cselt, nagyon szép volt a szerelés. Aztán utána megy, és tulajdonképpen visszaszerzi a labdát, mert nem tudott vele Kovács György mit kezdeni. Kis. Szélpál. Nem nagyon van folyamatos játék most. Egyik csapat sem tudja igazán megtartani a labdát. Szabadrugás. A Nagy Kanizsa rúghatja, Horváth Patrik a szenvedő fél. Gerencsér kérít a vonal mellett. Nem kapja.
inkább az előreívelés. Ütjén nem tud egyenlőre labdát szerezni. Átforgatják a jobb oldalra. Jó labda átvétel Horváth Balázs részéről. Gerencsér. Visszajutnak majdnem a félpályáig a vendégek. Előnyszabály. Urbi megszerzi a labdát. Aztán elég hosszan adja előre, és így menteni tud a vendégek kapusa, Szabó Ádám. 0-0 a mérkőzés állása, a második találkozó, a visszavágó állása. Összesítésben 3-1 a csabaiaknak. Péntek is mellett, péntek beadása, fölfejelt labda, összeszedik még a vendégek, Kovács György. Szép labdaszerzés, hát elsőre úgy tűnt, hogy a labdát rúgta a villamezes csabai játékos, nevesítsük, Lustyik Levente. A tény azonban tény marad, szabad rúgás a vendégek javára, messze a kapunktól, ebből egészen biztosan nem lesz kapura lövés. Rövid a beívelés, ezzel lehetne menni, de aztán csak visszaszerzik. Szatmári szöglet. Horváth Patrik próbálta meghúzni a jobb szélen. Kis ilyen sikerült is neki. Ez az első vendégszöglet a mérkőzésen. Lassan 22 perc telt el a találkozóból 0-0-nál. A hosszú sarok felé egy egész jó beadás volt. Bicián kiharcolt egy kirúgást. Máté Gábor végezheti el a kirúgást. 23. perc a találkozón 0-0-nál. Szatmár itt most lefejelik. Horváth Balázs tette meg. Mészáros visszaadja az ellenfélnek a labdát. Megint Horváth Balázs. És így jöhet a csabai együttes. Lustyik került a földre ezúttal. Gránic jött vissza labdáért. Szélpál. Nem volt ez rossz elképzelés azért. Picit hosszú lett a laszti. Tóth Dániel volt az, aki egyébként kapta volna ezt a iménti labdát Szélpától. Jobbára tehát mezőnyjáték. Békés Csabai mezőny fölénnyel, de gólhelyzetek nélkül eddig. Pedig jó lenne valamivel felmelegíteni a kilátogató néhány szurkolót. Szélpál. Vicián. Egészen visszakerül a labda Kis Lászlóig. Aztán megint a hosszú előreivett labda.
És megint jól jött ki a kapujából a vendégek kapujvédője Szabó Ádám. Egyelőre nagyon együtt él a játékkal. Ebből még lehet valami talán. A 16-os vonalán Urbin a lövésébe belelépnek, nem is volt amúgy erős a löket. Bedobás. Méghozzá nagykanizsai bedobás következik. Perc. 0-0. Horváth Patrik tovább, ez hosszú. De szögletrúgás következik. A második szögletét rúghatja a vendég Nagy Kanizsa. Rövid sarok felé elég veszélyesen. Urbin keresi a labdát, nem találja meg. Egy visszalőtt labda és Máténak kell rávetődnie a Lasztira. Horváth Patrik fordult rá, egy ballal küldte meg a labdát egy 25 méterről. Máté szerencsére résen volt. Lövés ment a kapura. Szabó Ádám már a másik oldalon. Ugye ez a harmadik tétmérkőzése a Békés Csabaiaknak idén. Az első találkozó volt a Magyar Kupa mérkőzés, ahol 3-1-re sikerült a nagykanizsaiakat megverni saját pályán. Aztán az MTK otthonába látogatott bajnokin a Csabai együttes, ahol sajnos 3-0-ás vereséget szenvedtek. Bójér Gábor tanítványa ide. A 3-0 az eredmény nem tükrözi azt, amit a mérkőzésen láthattunk, mert játékban teljesen egyenlegú partner volt a Csabai együttes, viszont csak a kapufáig sikerült jutni, gólt nem szereztek a fiúk, és hát a labdarúgást gólra játsszák. Most pedig ez a harmadik találkozó. Aztán nem egy hétvégén megjöhet a bajnoki a Sopron ellen. Ustyik. Jó labda lett volna a keresztben mozgó játékostárs felé. Egyelőre mindent levédekeznek a nagykanizsaiak. Lelkesen védekeznek, és ha lehetőség adódik, megpróbálnak kontrát indítani. Ez jó, és aztán csak elhagyja a labdát sajnos. Ott Vicián, ha jól láttam, igen. Pedig már kis híján ott volt a gólszerzés lehetősége. Hetesi. Rustyik részéről egy nagyon jó közbeavatkozás. Aztán visszaszerzi a labdát a nagykanizsai csapat. Vicián. Lepattan róla. A vendégek hetese Horváth Detre. Szabálytalanság, illetve lett volna, de erős szabály. Nagyon
szépen szerezte meg Horváth Balázs a labdát Szatmárival szemben. Gerencsér. Gerencsér lövés fölé. Megint csak veszélyeztetett a vendégcsapat. Tulajdonképpen jobban belegondolunk a mérkőzés első 15 percében, azért dominánsabb volt a csabai fölény, és elég sokszor sikerült is odajutni a 16-osig. Most viszont kiegyenlítődött azért ez a történet, és voltak lehetőségei, még ha nem is nagy helyzetei, de lehetőségei mindenképp a Nagy Kanizsának is. Az eredmény azonban 0-0. Rossz labda levétel, aztán vissza pattan szerencsésen a Laszti Urbinhoz. Ez viszont hosszú. Kényelmesen kiengedi a labdát Csáki. Fél óra telik el a találkozóból. Továbbra sincs gól. Helyzet is alig. Vicián. Vicián még mindig. Vicián a harmadik ember mellett megy el. A beadását lefülelik, nem fülelik le. Ott lett volna még Ránic előtt a lehetőség. Aztán ügyel bajjal mentenek a Nagy Kanizsaiak. Ez egy nagyon szép támadás volt, elsősorban a lendületes Vicián előretöréseinek köszönhetően. És mondhatni, hogy helyzet is volt, de végül is az utolsó pillanatban menteni tudtak a vendégvédők. Máté. Kis. Odaadja az ellenfélnek azt itt. Szép csel, és jó labda utána. Ez egy picit hosszúnak tűnik, Szélpál. Eladott labda. És egy lövés. Máté fogja az újabb próbálkozást. Horváth Patriknak már nem az első próbálkozása. Erre is figyelt a csabai portás. Hát egyértelműen mondhatjuk, hogy top kapura menő lövése volt már a kanizsaiaknak, mint a csabaiaknak az első félidőben. Na majd most? Nem. Sajnos nem. Ez is csúnyán elment a kapu fölé. Szép csel. Helyenként nagyon ügyesen hozzák ki egyébként a labdát a vendégek. Péntek ezúttal nem tudta megtartani a Lasztit. Észáros dobja be, Vicián. Szélpál egészen a jobb szélre. Nagy Sándor. Eladott labda. Szélpál piszkál közbe. Ránic. Nem sikerül azonban a pasztó Dániel részéről. Péntek próbálja megtartani a labdát. Bedobás méghozzá a piros mezesek javára. Horváth Detre leteszi a labdát, nem ő fogja elvégezni. Tovább csúsztatott labda. Péntek elő Szélpál. Nincs folyamatos játék. Hazadott labda Urbin helyett. Megint csak Szabó Ádám ment. Tényleg nagyon együtt él a játékkal a vendégek kapusa.
csúnyán hazadott labdára Urbin csaphatott volna rá, de a kapus gyorsabbnak bizonyult. Jó csel, Horváth Balázs. Ez is jó. És a beadás után jöhet a kirúgás. Harmincötödik perc az első félidőben, 0-0. Szép pál. Ez így nem jó. Kovács György elette a labdát. Gránic. Lendületből egyenlőre Gránic. Gránicot nem tudják lerántani sem. Gránic ballal fölé! Ez egy nagyon jó próbálkozás volt ezúttal. Gránic 15 méterről élesen nagyon jól találta el a labdát, egy kicsit azonban fölé ment Alaszti. Marad a 0-0. Megelőző szerelés. Hostyik. Nagyon sok vendégakció elakad Lustyikon. Nagy bedobás után. Urbin rámásztak egy picit. És les. Ha jól látom, akkor les miatt. Szabadrugáshoz üt a vendégcsapat. Mintegy 9 perce van arra valamelyik csapatnak, hogy az első félidőben gólt rúgjon. Egyenlőre gól nélkül ez a mérkőzés. Az első mérkőzésen 4 gól esett. Nem úgy tűnik, hogy ezen a találkozón annyi fog. Elég magasra emelte a lábát a vendégek 17-ese, 7-esi Patrik, a játékvezető nem fújt semmit. Mészáros kapja. Kis. Lustyik került a földre. Beívelés várható, mint ahogy láthatjuk. Bent nagy a helyezkedés. És ez a kapusé lesz. Hoppá! Másodjára. Üva. Nagyon kemény belépő volt kis részéről, de sárga lap, pedig akár az is lehetett volna, valljuk meg. Hetesi Patrik marad a földön. Nagyon kemény belépő volt. Kell is ápolni a vendégek játékosát. A 39. perc kezdődik az első félidőben. 0-0. Úgy tűnik, hogy hosszabb időt vesz igénybe az ápolás.
Le kell menni, mutatja a játékvezető. Jön a beívelés. Nagy Sándor rúgja vissza. Urbin. Ez jó lehet még. Így nem. Szabálytalankodnak Viciánnal szemben. Nincs sárgalap itt sem. Csak egy figyelmeztető intés a játékvezető részéről. Szélpá. Lustig. Hűha. Csúnyán eladott labda. Aztán szerencsére teketóriázza a horvát Patrik is. Gránic. Gránic egyelőre nem, aztán most Lustig. Hát ezt lehet, hogy nem kellett volna hátraadni. De annyi nem volt nagy veszély. Kis László. Mátét is bevonják a játékos társak. Máté aztán elég későn rúgja el a labdát. Kockázatos volt. Visszafejelt labda, nem jó Urbinnak. Egyenlőre nem sikerül fogást találni a vendégeken. Nincs igazából folyamatos játék. Az első 15 percben többször eljutott a 16-oson belülre, a kanizsai 16-oson belülre a hazai csapat, de azóta csak mezőnyjáték inkább, sőt a vendégeknek volt 2-3 jó lövése. Ámbától azért a Csabai oldalon is volt egy-egy helyzet, de összességében az izgalomtól nem rágjuk le a körmünket. Ránc fel egy hosszú labda. Ebből még lehet valami esetleg. Urbin. Urbin forgolódik, belépnek a lövésébe. És kivágják a labdát a vendégek nemes egyszerűséggel. A legegyszerűbb megoldást választják a védők sokszor persze a vendégeknél. Egészen hátra Szabó kapusig. Csák kivágja előre Szabó Det, illetve Horváth Detre. Most már a mieinknél a labda. Máté. Nagyon sokat íveljük a labdát oda középre előre. Mészáros. Lustiknak lépnek oda. Csak bedobás, Gerencsérről pattant végül ki. Mészáros dobja be. Gránic. Gránic még mindig visszapattan hozzá a saját labdája. Vicián lövés. Könnyű zsákmány Szabó Ádámnak. Aztán egy gyors kirugás. Nem sikerül átvenni a labdát Péntek Adriánnak. Szélpál, jó, hogy nem hazadta. Lustig. Urbin elterül a játékvezető elő, de nagyon közel állt a játékvezető, és mutatta, hogy nincs szabálytalanság. Aztán Kovács György labdájával mehetett volna Péntek Adrián, ha nincs védelem, de volt. Horváth Balázs a bedobással a Békés Csabai 16-osig egészen biztosan el fogja dobni Horváth. Azért annyira nem volt nagy bedobás, Gerencsér vissza, jön a beívelés, sikerül kifejelni.
De ebből megint nem lehet támadást indítani. Jön vissza az ívelés. És sikerül az utolsó pillanatban közbelépni. És ebben a pillanatban vége. Az első félidőnek nincs szöglet. Marad egyenlőre a 0-0-ás állás az első félidő végén. Remélhetőleg a második játékrész azért jobban alakul majd, és több izgalom lesz, mint az első félidőben volt. Minden esetre egy picit elkezdett szállingózni a hó, amit az első félidőben azért megúsztunk, de ez nem hiszem, hogy bármit befolyásol, mert nagyon kicsit esik. Balról jobbra fog támadni. Most tehát a második félidőben a csabai együttes, itt egy kezezés, fölpattant a labda, reflexszerűen belenyúlt vendégek 20-asa, Horváth Balázs. Rögtön tehát egy szabadrugás szituáció a második félidőben a vendégek kapuja előtt. Az első játékrészben elég kevés lehetőséget sikerült kialakítani a vendégek kapujánál, most reméljük, hogy majd változik a helyzet. Csere egyik csapatnál sem történt, minden esetre a félidőben. Nézzük a szabadrugás. Gránic lövi rá, és egy nagy védés. Szabó Ádám egyébként is az első félidőben is látszott, hogy nagyon együtt él a játékkal, de ez most egy nagyon nagy Robinsonád volt, és kitolta a jobb alsó sarok elő a labdát. Hűha, Gránica elcsúszik a szögletrugás közben, így aztán nem lett belőle beadás. Lehetett azonban ismételni, de ezt is kivágják a vendégvédők. A szögletarány tekintve egyébként 7-2 a mérkőzésen az állás a csabaiak javára értelemszerűen, de hát a 7 szögletből nem sikerült eddig igazán zicsert kialakítani. Uscsik csak csúsztatni tud. Megint péntek felé vágják előre, de tulajdonképpen a vendégeknél Péntek Adrián az egyszem előre tolt csatár. Őt keresik szinte mindig labdával. Csabai dobás következhet. Egészen hátra, aztán megint jön a felívelés, úgy látszik nem változott a taktika, Gránic. Megint csak egy nagy kanizsai láb, melyik közbe tud nyúlni. Péntek próbál labdát szerezni, sikerül is neki. Gyere, Tuce, gyere vissza, Tuce! Aztán tovább csúsztatás, megint csak ő az. Harmadik perc a második félidőben, 0-0-ás állásnál. Vendégek bedobása következhet, Horváth Balázs. Horváth egy jó csel után, jön a beadás a rövid csarok felé, Kis Lászlónak kell mentenie, szögletrugás következik. A kanizsai szurkolók hangja is hallatszik közben,
hát dicsérendő, mínusz 8 fok a mérkőzésen, a távolság pedig több száz kilométer. A harmadik nagykanizsai szöglet nem hozott tehát veszélyt a csabai kapunál. Megint egy nagy bedobás Horváth Balázs részéről. Szélpál vágja vissza. Jó csel, és egy szabálytalanság. Hetesi Patrik került a földre. Hárman is a labdánál, hát azért az egy kicsit sok. Micsoda kombináció. Majd egy középre ívett labda, és ebből szöglet lesz. Nagyon veszélyes szituáció, és végül is ott valaki megcsúsztatta, talán péntek volt az, és Újhegyjel sikerült mentenie Máténak. Marad a 0-0. De egy nagyon veszélyes szituáció a Békés Csabai kapunál. 50. percben járunk. A szöglet természetesen jár a rövid sarok felé. Az előző után megint csak. Következik egy, az ötödik vendégszöglet. Ez ugyanúgy a rövid sarokra, ez pedig egy eltört labda. A csabaiak szerencséjére Horváth Patrik próbálkozott. Mozgalmasabban kezdődik a második félidő, azt gondolom, mint abban maradt az első. Viszont gól továbbra sincs, 0-0. Egyből tovább, de pontatlanul. Horváth Detre próbál labdát szerezni, óriási a csata itt a vonal mellett. Hoppá! Gránic! És oldalháló! Most először a mérkőzés során egy picit Szabó Ádám elkésett. Rosszul jött ki a kapujából, Gránic rácsapott a labdára, és bizony éles szögből akár be is találhatott volna az üres kapuba. De marad a 0-0. Szélpál. Korbint ketten veszik körbe. Győzött a túlerő, és bent is tartják a kanizsaiak. Nagy Sándor keményen megállt, parancsol. Vicián rosszul találja a labdát. Viszont megvan Mészáros részéről. Gránic lövőhelyzet, nem vállalja el, tovább passzolja a labdát. Tóth elvállalja, és ez egy nagy bravúr a vendégek kapusától, miután pont fölpattant előtte a labda, a rövid sarok elől tulajdonképpen lábbal tudott menteni Szabó Ádám. Most már azért felírhattunk egy-két nagyon veszélyes lehetőséget a csabai oldalra a gólszerzésre, de hát ezt várjuk el tulajdonképpen, hogy hazai pályán minél többet veszélyeztessen a csabai együttes, miután 3-1-re nyert, az előre idegenben az a cél, hogy ezt a találkozót is nyerje. Természetesen Gránic. Gránic forgolódik. Meggyőződésem, hogy eddig a legjobbja a csabaiaknak. Rengeteget fut, nagyon sokat meg lehet találni labdával, és veszélyeztetett is nem egyszer.
Vicián próbálja visszaszerezni a labdát, nincs szabálytalanság, mehet tovább, Tóth Dániel középre gurítja a labdát, Szatmári bal lábán, és irányt változtatott ott, ha jól láttam, Csákin a lövés, Gránic, bedobás lesz. Ezúttal nyert a védő, legalábbis ideig óráig. Ötvennegyedik perc, 0-0. Uscsig, lapos lövés, könnyedén hálítják. Horváth Detre, Nagy Sándorba rúgja a labdát. Aztán egy okos megoldás, de aztán eladott labda, Vicián. Uscsig, Vicián így nem jut el a laszti. Indul a kontra. De hosszú a labda. Péntek Adrián felé. Gombos Zsolt közben itt a partvonal mellett láthatjuk. Nyugalomra inti a játékosait. Egyelőre végül is ők valószínűleg elégedettebbek, mint a Békés Csabaiak. Ezzel a 0-0-val, annak ellenére, hogy nem állnak továbbjutásra, nekik jó az eredmény, hiszen ne felejtsük el, hogy a nagykanizsai együttes két osztálya lejjebb játszik. Urbin, Gránic, jó labda ezúttal a bal oldalra, jön a középreadás, a hosszú oldalon Tóth Dániel szedi össze, Tóth vissza, ez a beadás azonban nem jut el a címzettig a feladótól, szöglet következik helyette, a 8. Békés Csabai szöglet. 56. perc kezdődik. Ebből mi lesz? Tóth Dániel fejelt. Ezek szerint, mert hogy kirúgást mutat a játékvezető. Szatmári volt az, aki a szögletet ezúttal elrúgta. Egyből tovább Horváth Balázs. Most nem nagyon tudja megtartani a labdát a nagykanizsai együttes. Egyre nagyobb a nyomás. A végén azért a passzok nem jönnek össze ott a 16-os környékén. Vicián, Uscsik, Nagy Sándor, belelépnek a labdájába. A sokadik szöglet következhet, Horváth Detre volt az, aki ezúttal belelépett a beadásba, a 9. szám szerint. Szatmár jön elvégezni. Le lehet venni, és elpöckölik a lövésre lendülő láb elől a labdát, Mészáros, Vicián megpróbálja áthámozni magát a védőn, de ez szabálytalan így. Nem tudja levenni a labdát ezúttal Horváth Patrik. Gyötörte hátulról a csabai védő. Az a középradás pedig megint pontatlan. Máté kirúgása. Ez így jó, Urbin. Jó a labda, gólhelyzet, és fölé! Gránic, pedig ő megérdemelte volna a gólt. A mérkőzés zicserét hagyta ki a hazaiak 7-es számú játékosa. Urbintól kapott remek átadást, és senkitől sem zavartatva, mint egy 7 méterről fölé rúgta a lasztit.
Cserél Boyer Gábor közben. Mindez a 61. perc eseménye. Szatmári helyett Gyurján. Vicián fejlő tovább a labdát. Szatmári eléggé eltűnt az utóbbi időszakban. Jogosnak tűnik a cseréje, és Gyurján ugye ezen a talajon lehet, hogy jobban meg fog élni. Apró termetű játékosról lévén szó. Szabadrugás az ütközben a Nagy Kanizsa együttese a 62. percben. Valószínűleg meg fogják próbálni tehát a kapura lövést a vendégek. Háromtagú a csabai sorfal. Elmegy a labda a sorfal mellett, Máté. Horváth Detre. Életerős lövése, de a kapu közepébe tartott. Így aztán Máténak könnyű zsákmány volt. Ezúttal Vicián vissza. Urbin szép labda levétel. Majd jó labda Tóth Dánielnek, aki talpa alatt elmegy a labda, de ez megvan még attól függetlenül. Tóth, Gránic, jön a beadás. Ott van még a lehetőség, egy visszarúgott labda, ami nincs. Sajnos eltörte a labdát Vicián. Nem olyan régen a meccs helyzetét hagyta ki Gránic. Óriási zicser volt, de hát nem ment be. Maradt a 0-0. Gyurján csereként beállva. Áll a játék, mert ott az egyik Nagy Kanizsa játékosnak sérülés van. Horváth Balázs, ha jól látom. Gyurján két elnézést. Mehet tovább a játék. Gránic. Ez is jó. Urbin forgolódik, és elveszik tőle a labdát. Négyen vették körbe. Teljesen egyedül van elől. Péntek Adrián. Tovább csúszhatott labda. Gránic. Egy lövés mellé. Urbin. Újabb lehetőség a Nagy Kanizsai kapunál. Előbb-utóbb csak sikerül feltörni a reteszt. Mert most már azért nagyon sok lehetőséget jegyezhettünk föl a második félidőben. Megint egy labdaszerzés Vicián részéről. Gyurján nagyon jól jön ki a kapujából Szabó Ádám. Jól vetődik ki. Pénteket sikerül lefejelni, aztán viszont megszerzi a labdát Horváth Detre. Eltigvezető sípja közben néma marad. A Nagy Kanizsa együttesének tagjai reklamálnak. Újabb percek telnek tehát el. Gól nélkül. Van 6. perc, 0-0. Rustig keresztlabdája, Gyurján, Vicián, Rustig,
Kovács György támadta Immelemmal. Befelé, Dedi, befelé! Ez így jó, Nagy Sándor. Így viszont Attila, Atti! Nincs veszély. Két vonal közé! Két égkel játszolok! A beadásra a hosszú oldalon nem érkezett ezúttal senki. 0-0 a meccsállás továbbra is. Ha valaki nem tudná, ez a második mérkőzés a Magyar Kupa 8-at döntőjében. Nagykanizsán a csabaiak 3-1-re győztek. Ez a visszavágó, ahol is 0-0. Gránic nagyon lelkesen. Urbin elég sok hibával. Nagy Sándor. Ott elhozza el, 2-2 van. Jó. Nagy végül is hagyja a labdát Viciánnak. Nagy bedobás készülőben tehát. Ott is a csúsztatást, de aztán könnyedén vágják ki. Szabó Bálint tette meg. Nagy Sándor. Visszaívelt labda. Urbin. Urbin leteszi. Tóth! Mellé! Hát ez nagyobb helyzet volt annál, ami lett belőle. Újabb zicser. Továbbra sincs Békés Csabai találat. Megcsúszott a kirúgás közben Szabó Ádám, Bicián. Nagy tovább. Bicián egy kicsit lök. Mert a szabad rúgás, ha a nagykanizsai játékosok is úgy gondolják majd. Két kanizsai között ki tudta hozni a labdát, aztán egy jó indítás, és megint Szabó Ádám. A vendége kapuvédője egészen biztos, hogy a jobbak között említendő az egész mezőnyben. Ilyen nagy bedobása megint. Ott a csúsztatás. Ezzel lehet azért zavart okozni. Mind a ketten fogták egymást. Gyurján. Most már ideig óráig sem tudja megtartani a labdát a vendégcsapat. Óriási a nyomás a piros mezeseken. És most már tényleg itt a 16-os környékén folyik állandóan a játék. Vicián megint egy középre ívelés, ez könnyű zsákmány lesz Szabó Ádámnak. Szabó Bálint volt az, aki elengedte a labdát, mert látta, hogy nincs veszély. Mészáros felé viszi a labdát. Ez is játékostárs mögé megy. Átlépik a felezővonalat ezúttal a kanizsaiak, de hát nem sokáig. Megvan még a Laszti. Márhogy bent van még a Laszti. Gyurján mellett elhozzák végül Gerencsér.
Szép. Kis László, nagyon jó ütemben, ez is jó. És Gyurjánt megelőzik. Lustyik. Gyurjának hosszú. Horváth Detre majd vissza. Hóbor. Hosszú volt neki a labda, előnyösebb helyzetben a csabai védő. És cserélni fog a csabai együttes, Tóth Dániel. Az, akinek most már pihenőn van a helye, Birtalan érkezik a pályára. Tehát ez a második cseréje Boér Gábornak, Szatmári és Tóth helyett Gyurján és Birtalan. Egyértelmű a cél, a gólszerzés. Birtalan első labdaérintése nem tökéletes. Kiemelt labda. Csáki. Egészen vissza Szabó Ádámig. Vicián. Ez jó, Birtalan helyzetben, és a kapus lábbal megint. Nagyon szép akciót követően Birtalan beállása után 2 perccel csak nem gólt szerez. Megint kimarad azonban egy helyzet, ezt kell fölírjuk, marad a 0-0, Lustyik labdát szerez. Birtalannak ez hosszú. Nagyon jól véd Szabó Ádám. A teljesítménye alapján el lehetne képzelni őt egy magasabb osztályú csapatban is. Ez most jó labda a jobb oldalra. A ritka vendégtámadások egyike a második fél időben. Jó labdaszerzés viszont. Itt a kontra lehetősége. Urbin. Na, csak kihámozta kanizsai legénység a Lasztit. 0-0 tehát a mérkőzés állása. 73. perc. És a 74-ben lépünk akkor, amikor újabb csere. A harmadik cserét is kihasználja Boér Gábor. Lustyik helyette Hursán a pályán. Hursán György is játék lehetőséghez jut. De cserél a vendégcsapat is egyébként. Kovács György elfáradt. Kulcsán Roland a helyén majd a pályán. Van még tehát alig több, mint negyed óra a mérkőzésből, és továbbra sincs gól. Viszont a továbbjutás azt gondolom, hogy egyáltalán nincs veszélyben. A Békés Csabai továbbjutás a Magyar Kupában. Kovács György olyannyira elfáradt, hogy elég sokat kell arra várni, hogy helyette a pályára léphessen Kulcsár. 5-ös számmal majd a vendégeknél.
Egy perc elment ezekkel a cserékkel. Megint Urbint keressük, de nem jut el hozzá a labda. Szélpál. Egyre nehezebben tudnak megállni a játékosok a pályán. Megint szélpál. Szépen fordul a labdával vissza. Bedobás. Méghozzá kanizsai bedobás következik. Jónak tűnik a beívelés, de aztán Máté könnyedén magához szoríthatja a labdát. Vici ellendületben. Ez pontotlan ez a labda. A csereként beállt Ulcsár volt. Bocsánat. Mészáros. Hagyja, hogy kiguruljon a labda. Kirúgás. Hetvennyolcadik perc, 0-0, Máté helyezi le nagy műgonddal a lasztit a kirúgáshoz. Gyurján vissza. Kis. Nagy Sándor. Eladja a labdát, Péntek. Máté. Elképzelhető, hogy lemegy úgy a mérkőzés, a visszavágó, hogy nem lesz gól. A második félidőben már nagyon sok lehetőség volt a gólszerzésre, főleg, hogyha az első játékrészhez hasonlítjuk, de még mindig nincs találat. És egyértelmű, hogy a második játékrészben csak a csabai, illetve a nagykanizsai kapu előtt adódott zicser. Egyenlőre attól tartani, hogy a kanizsa gólt szerez nem kell. Legalábbis az eddigiek alapján. Volt egy-két lehetőség, de főleg a második félidő elején inkább. A csabai kapu előtt, azóta azonban nem nagyon tudnak Máté kapujáig eljutni, a 16-osig eljutni. Szélpál. Nagy Sándor. Ez eddig jó támadás, Gyurján tolja meg a labdát. Lehet, hogy nem kellett volna. Kirúgás. A védőháló állította meg a Békés Csabai játékost és a hókupac. Szélpál egyszerű eszközzel. Aztán egy jó labdaszerzés. És egy rossz passz. Ezúttal Gránisz rossz megoldást választott, akár is lőhette volna ezt most. Indulhat a vendég kontra. Horváth. Balázs. Nem találkozik most már annyit a labdával Horváth Patrik, amennyit az első fél időben. Gránic egyenlőre lendületben. Ez nem jó ez a labda. Esélytelen volt, hogy eljusson Gyurjánig. Engedjétek már azt, hogy forduljon, ennyi tovább!
ott jó, nem egy följebb, ott gyerünk, jó! Paci, gyerünk, gyerünk egy kicsit, gyerünk, gyerünk már! Közepén zárok! Közepén zár! Könnyen semlegesíthető volt ez az átadás. Kis Lászlóhoz visszajön tulajdonképpen a labda. Kursán is labdához ért. Szélpál. Ez egy lendületes támadás most. És egy 11-es. Vicián tört a 16-oson belülre, be a vendég 16-osra, és aztán érkezett ott Horváth Balázs, ha jól láttam, és elkésett. Egy ütemet késett, nem is reklamálnak a kanizsaiak. Teljesen jogos, 11-eshez jut a Békés Csaba együttese. A 81. percben járunk, Birtalan teszi le a labdát, ő fogja tehát elvégezni a büntetőt. Na, talán megtörik a jég. Ha helyzetből nem, hát 11-esből talán sikerülhet a gólszerzés. Birtalan 1-0-ra vezet a Békés Csaba. A 81. percben megtörik a jég, majd hogy nem szó szerint. A csereként beáll Birtalan, tehát 11-esből gólt szerez. És ezzel összesítésben 4-1. A 82. perc eseménye már a csere. A vendégeknél Szalai Dániel jön a pályára, Péntek Adrián pedig kifutotta magát, egy személyes csatársor volt a Nagykanizsánál, de végre megtört a jég és 1-0-ra vezet a lila-fehér csapat a Kanizsa ellenében. Hazai pályán is megvan tehát a vezetés, és itt a lehetőség, hogy legalább győzelem, két győzelemmel búcsúztassuk az alacsonyabb osztályú Kanizsát. Na de nézzük az ellenakciót, mert közben eljöttek, eljutottak a 16-osunkig. A vendégjátékosok kisebb zavar a védekezésben, de aztán nem lesz komoly helyzet belőle. Marad az 1-0. Máté kirúgása. Urbin feje felett átpattan a labda. Gránic. Gránic tolja meg a labdát egészen az alapvonalig, és egy nagyon jó szerelés. Ha jól számoltam, a 10. Békés Csabai szöglet, 5-öt rugott a vendégcsapat is. Picián előtt elmegy a labda. Birtalan volt az, aki megpróbálta a beadást. Jó labdatartás, csak előrébb nem jutott ezzel a vendégcsapat, Kulcsán Roland mutatta be. Megint Kulcsán Roland. A pirosak dobnak, ezt mutatja a játékvezető. Először úgy tűnt, fölöslegesen emelik fel a labdát, aztán csak sikerült megtartani, Gerencsér. Nagyon szépen ért vissza Gránic. És aztán kirúgás lesz a vége. Horváth Balázs hiába szeretett volna szögletet. Öt perc van a rendes játékidőből hátra. 1-0-ra vezet a lilamezes hazai csapat a visszavágó, Magyar Kupa visszavágó mérkőzésen Nagy Kanizsa ellen.
Célpál. Vicián, csak elveszik tőle, feltűnik a jobb oldalon, a csereként beállt Kulcsán Roland. Ez jó lehet, Birtalan, Birtalan tovább, Zicser, és Les. Gyurján Lesen volt ezek szerint, Birtalan passzánál. Amúgy se sikerült nagyon a lövés a végén. Elvégezve közben a szabadrugás. 1-0-ás Békéscsai vezetés, percekkel a mérkőzés vége előtt. Kis László szabálytalankodik Szalai Dániellel szemben. Horváth Detre végezheti el a szabadrugást. Középre íveli, szokás szerint. Hetesi visszakapja a labdát, Hetesi lövőhelyzet. Jó mentés. Hóbor, bal lába a középre. Könnyedén kifejelt labda. Gránic. Birtalan középre. Bőségesen elment most. Urbin feje felett a labda. Két percet hosszabbít a játékvezető. Nem egyelőre a vendégek cseréjét mutatják föl. Horváth Márk érkezett. Két perc van még hátra egyébként a rendes játékidőből is, és a kettes számot mutatták föl, ez zavart meg engem. Azt egyelőre nem tudhatjuk, hogy mennyit hosszabbít majd a játékvezető. Egy hazafejelt labda, Csáki József, a vendégek csapatkapitánya kapusának. Nincs előnyszabály közben a kezezés miatt. Lesz-e még erő esetleg a vendégekben az egyenlítéshez, mert minden esetre nagyon küzdenek érte. Szélpár pedig kitolja testtel a támadó játékost, Szalai Dánielt, és ez még bőven, bőségesen egy megengedett dolog. Egyetlen egy perc van hátra rendes játékidőből. 1-0-ra vezet a Békés Csaba, és ezzel, hogyha ez az eredmény marad, akkor kettős győzelemmel sikerül a továbbjutás a Magyar Kupában, a nyolcad döntőben. Lökés miatt jár a szabadrugás, nagy. Gyurjántól elveszik a labdát. Gyurján annyira nem élt azért a becserélését követően, mint mondjuk Gránic, a két apróbb termetű játékos összehasonlításában. Hóbor végzi el majd a bedobást. Kis László szabálytalan egyértelműen. Szalai került a földre. Letelt a 90 perc.
1-0-ra vezet. Az előre és bedobáshoz jut. Az egyetlen gólt a csereként beállt Birtalan szerezte a 81. percben, 11-esből Vicien Ádámot rúgták fel a 16-oson belül a vendégvédők. Egészen pontosan Horváth Balázs volt az, és ebből szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját Birtalan, ebből megítélt büntetőből. Két percet hosszabbít egyébként a játékvezető, amiből már lassan az első el is ment. Még egy beívelés a csabai kapu előterében. Les. Akármi is történt volna, az már érvénytelen lett volna. Így viszont egy szabadrugás, kis. Hussán. Mellé fejelt a labdának Horváth Balázs. Középre még. Rá lehetett rajtolni bizony. Csáki kockázatosan hazafejelte Szabó Ádámnak, de végül is sikeres volt az akció, úgymond. Ez viszont nem az. Urbin lekészíti, vissza, Gyurján leveszi a 16-oson belül, aztán kifele viszi, és oda a lehetőség. Szabó Ádám ezt is fölkapja. Az utolsó akció lehetősége talán a vendégek számára. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújja a mérkőzést, 1-0-ra nyert, tehát a visszavágón a Békés Csaba együttese, összesítésben pedig 4-1-re, így aztán tovább jut a Magyar Kupában. Viszontlátásra!